Először a mikroszkóp részeivel fogunk megismerkedni, mivel a szabad szemmel nem látható világ megismerésében igen fontos segítő társunk. A mikroszkópnak a legnagyobb tömegét az állvány teszi ki, erre szerelik fel az összes többi alkatrészét. Ez itt a tárgyasztal, erre kerül fel a vizsgálandó metszetünk, ennek a közepe lyukas. A tárgyasztal alatt található egy fényforrás, jelen esetben ez egy beépített lámpa, de lehetne akár egy tükör is, amivel összegyűjtjük a fény hullámait. Ez fogja megvilágítani a vizsgálandó anyagot. Ezt a részét revolver fogalatnak hívják, ebben találhatók a tárgylencsék, amelyeknek különböző nagyításai vannak. Aztán a szemlencse, vagy más néven okulár, ebbe is egy lencse van beépítve, ami szintén nagyítja a látott képet. Oldalt pedig csavarokat látunk, van olyan mikroszkóp, amin egy csavar van, mint ezen, van, amelyiken kettőt is látunk. Ezzel a naggyal a tárgyasztal helyzetét tudjuk változtatni. A kisebb, a finom beállító csavar, amit ezen esetben rá van szerelve, ezzel pedig mindenki a saját szeméhez tudja beállítani a kép élességét. A mikroszkóp nagyítását úgy számítjuk ki, hogy összeszorozzuk a szemlencse, vagy más néven okulár, és az aktuálisan használt tárgylencse nagyítását. Kiválasztjuk a megfelelő preparátumot, és behelyezzük a mikroszkóp tárgyasztalára. Mindig a legkisebb nagyításon kezdjük a vizsgálatot, bekapcsoljuk a fényforrást, és megkeressük a tárgyat. Először feltekerjük a tárgyasztalt a legmagasabbra, és innen szép lassan tekerjük lefelé, egészen addig, amíg meg nem látjuk a vizsgálandó mintát. Ha ez megtörtént, akkor a finom beállító csavarral beállítjuk a saját szemünkhöz az élességet. Ha megtaláltuk a kisebb nagyításon, akkor megpróbálkozhatunk egyen nagyobb nagyításon is. Ilyenkor letekerjük a tárgyasztalt, átfordítjuk a revolver foglalatot, megint feltekerjük úgy a tárgyasztalt a lencséig, hogy ne pattintsuk el a fedőlemezt, ismét megkeressük a mintát, és a finom beállító csavarral a saját szemünk élességéhez beállítjuk.